Sziasztok! Ez a Kereskedj Egyszerűen csatorna, hajnali bitcoin kitekintő, december 6-a van, ugye nem felejtjük el, akik korábban jelentkeztek a fizetős Discord csoportba, őnekik, és nem küldték el az XRP-t, és nem is válaszoltak az e-mailemre, őnekik ma éjfélig van idejük, ha és amennyiben nem jelentkeznek, akkor törlöm őket a várakozási listáról, és 21 darab embernek, 21 főnek lehetősége nyílik arra, hogy jelentkezzen a Discord csoportunkba, ahol ugye mindenféle kereskedési tippeket is megosztok én is, és a többiek is, és hát bárkinek bármilyen kérdése van, akár személyesen, az ugye velem nyugodtan megbeszélheti, privátban is akár. Na de ez volt itt a reklámhely. Ja igen, és az egyszeri díjas, tehát nincs havi díj és ilyesmi, az újak kedvéért mondom, hanem egyszeri 30 darab XRP-ről van szó. Erről beszélünk. Na, csapjunk bele. Ez egy kicsit hosszabb kitekintő lesz előre láthatólag, mert sok mindent szeretnék elmondani, megmutatni. És egy kis visszatekintővel kezdenénk, ami igazából csak a történetnek a fele, de már annyira nem akartam merülni, és időm se volt rá. De mutatok nektek egy november 2-ai videót, tehát picivel több, mint egy hónappal ezelőtti videó. Majd nézzétek meg, be fogom ide szúrni. Ahol elmondtam a várható szinteket, és ahol még mindenki hülyének nézett, de van még durvább videó, október elejé videókat nézegessétek meg, a hajnali kitekintőket, akinek van kedve, hogy mit mondtam itt október, hát egyrészt a homokba rajzolós videót, nem árt, ha megkeresitek, a régi csatornámon, az egy borzasztó érdekes videó, de igazából ilyen október elejé, tehát itt ezekben a napokban, mondjuk október 4-e és október 16-a közötti videókat, ha megnéztek, akkor csodálkozni fogtok, hogy miket mondtam október elején, és most ugye december eleje van. Na és ide akkor beszúrom tehát a november 2-ai videóból egy pici részletet, visszatudjátok keresni a csatornámon, aki esetleg kíváncsi az egészre, ugye az újak kedvéért mondom, szerintem tanulságos lesz. Innen is megtörténhet, ha fölé tud menni ennek a 36.700 akármennyinek, megtörténhet, hogy innen lesz egy nagy kilövés, és megy egy hatalmasat a BTC, akár 40, 45, 48, de inkább azt mondanám, hogy még az 51 is benne lehet. Mert itt is lehet egy ilyen hatalmas nagy yin-yang alakzat. Itt volt az alja, ugye a kiinduló pontja, ez a nagyon optimista verzió. Ugye egy kis kanyar van benne, hogyan lerajzolom ide, hogy néz ki. Habár nem ide az ára. Tehát az alján van egy ilyen kis kanyar, mint a violin kulcsnak, jön felfelé, itt csinál egy ilyet, ellenkező kanyar, itt valahol ugye beszakad, illetve az a jó, ha nem szakad, hanem ez ilyen óvatosabban jön, és onnan megint megy felfelé, és a tetején megint csinál egy ilyen szolidabb ívet, csak ugye ezt most nem bírtam felfelé vinni a célárig, mert nem fér bele. Tehát akár történhet valami ilyesmi is, és ezt megnézzük, hogy ez hogyan jön ki. Ha erre rajzolok egy vonalat, ezt innen letörlöm, mielőtt itt maradna, és elfelejtkeznék róla. Ide a középtől kiindulva, ez tegnap a szónál bejött egyébként, és még fölé is ment, tehát annyira mégse jött be, de ez a módszer egy az egyben működött tegnap a szónál, és megállapítottunk kapásból ugye a barátaimmal egy nagyon fontos szintet ezáltal, és most ezt úgy csinálom, hogy látványosabb legyen. Igen, klón. És feljebb rajzolom, és kapaszkodjunk ugye innen, hogy ugyanott legyen az alja. És
és lássod át, 42 ezer akármennyi, viszont 44-nél van egy gap. És ugyanígy jártam tegnap a szollal, illetve ugyanígy jártunk, hogy tökéletesen működött, mert itt képződött egy nagyon fontos szint a szolnál, ahol tulajdonképpen én is beszálltam sortba. Sárgával jelölöm. Viszont az ár ugye nem tiszteli a vonalakat, fölé ment, majd onnan megfordult, és vissza lejött erre a fontos szintre, és innen újból pattant a szól. Most nem is tudom, hogy hogy áll. Igen, fölötte van ennek a szintemnek, ami itt volt, tehát teljesen föl tudott róla pattanni, és még ki tudja, hogy hol áll meg, de ugye megint elkanyarodtam. Tehát ez lazán megtörténhet Bitcoinnál is, hogy ez megismétlődik, és ugye itt nézhetünk rá ilyen gappeket is. Hol is van nekünk a gap teteje? Ezt a mostanit ezt nem figyeljük. Pedig ez is nagyon fontos. Itt is van egy gap, nézzetek oda. Naposan és hétközben, csak ugye ünnepnap volt, tehát azért nem igazi. De itt ez a 41.330-nál, ha jól sejtem, igen, van egy gapünknek a teteje. Itt. Nem akarok már még jobban belenagyítani. Tehát ezt a szintet elérheti, és itt ebbe a dzsumbújba elakadhat az ár. Tehát itt megfoghatja ez a 41 és 44 ezer közötti doboz. Itt ez a doboz. Viszont ha annak is fölé tud szúrni, akkor már ugye nem is ragozom, akkor kijön ez az 53, 54, 55 körül. Itt is van egy gap. 53.635-nél van a teteje. Szóval, ugye abban a videóban elmondtam a fontos szinteket, és ezt fogjam egy kicsit most ugye kivesézni jobban. De hogy jó hírrel kezdjem, picit ránézünk a Bitcoin dominanciára. Egyik korábbi videómban már nem emlékszem mikor, amelyben a Bitcoin dominanciáról beszéltem, azt mondtam sok héttel ezelőtt, ugye ez hetes grafikon, dominancia grafikon, hogy én erre a sárga vonal környékére várom a Bitcoin dominanciát, ez az 55,74, de ugye ezt nem lehet annyira precízen mondani, de úgy tűnik, hogy a Bitcoin dominancia lassan eléri ezt a szintet, és innen jönnek az érdekes dolgok. Lehet, hogy még egy picit emelkedik mondjuk eddig a csomópontig, tehát lehet, hogy elképzelhető, hogy 58-ig felugrik majd a következő hullámnál, de ennyire nem akarok elébe menni a dolgoknak. Egy kicsit mégis spoilerezek. De egyenlőre ez a környék a fontos szint. Ugye ez az 55-55-50-74 környéke, hajszál pontosan nem tudtam meghatározni hetekkel ezelőtt. De ugye nagyjából ez a környék, amit elért a Bitcoin dominancia, és innen mi fog következni, amikor a Bitcoin árgrafikonján elindul majd egy korrekciós folyamat, és mondjuk picit csökken a dominancia, akkor kezdődik az alt szezon. Itt tegyek ide egy ilyen vigyorgó fejecskét. Teszek ide egy ilyet. Tehát amikor a dominancia elkezd innen csökkenni, akkor jön az a várva vált alt szezon, előre láthatólag és várhatóan, bár ez az alt szezon nem lesz olyan, mint a szokásos alt szezonok voltak, ugye korábban azok az idők már elmúltak, tehát másfajta alt szezonról beszélünk szerintem, de nagyon sok alt valószínűleg el fog indulni felfelé, és bizony-bizony csinálják majd a 1, 2, 3, 4 és sok x-eket is akár. Na, persze, amikor ez megtörténik, és itt hogyan is folytassam. Ugye a korábbi videóban bemutatott álszintek Yin-Yang technikával, és ugye itt vannak a vonalak, hogy hogyan jöttek ki, 44.276 volt itt az én szintem, egy kicsivel följebb, de ugye mindig alá pozícionálom a sárga vonalamat, ugye törzsnézőim tudják,
illetve feljebb itt van ez a 49.275, ugye a kis részletben beszéltem ilyen 45-48-ról, hát annál szerintem feljebb fog menni, de ugye az én véleményem is napról napra változik. Itt egy kicsit el is bizonytalanodtam, és bizony sokat buktam, talán 4 év óta nem buktam akkorát, mint az utóbbi pár napokban, de majd erről lesz egy külön videó, hogy miért. Egy hát ilyen kereskedési pszichológiával kapcsolatos videó, egy elméleti oktatóanyag, amit majd a régi csatornára fogok feltölteni, ebben beszélni fogok Ethereumról is, és BTC-ről is, és hogy miért lehetséges az, hogy talán 3-4 év óta először akkorát buktam, mint az állat, ami nagyon rosszul esett, és nagyon magam alatt voltam az utóbbi napokban, de most sem túl vagyok rajta, lenyeltem a békát, majd visszanyerem. De ilyen nem történt legalább 3-4 év óta, szerintem, és nagyon rosszul érintett. Na de erről majd az oktató videóban, hanem ugye itt is berajzoltam ezeket a fontos szinteket, ami látszik, hogy a MACD ismételten felmászott ugye 4 óráson erre a szintre, és lassan ideje lenne egy meccésnek. Naposan viszont még nem értük el a nagyon extrém zónát, ezt itt korábbról mutatom. És innen még bizony, még mindig van feljebb. Még mindig van feljebb, ugye a MACD-n itt is azért itt az ilyen szűz grafikonon, ahol nincsenek semmiféle indikátorok, nagyon szépen megfigyelhetőek a szintek, tehát ezt is tudom tanácsolni, mivel ez egy oktató csatorna. Ha ilyen támasz ellenállás szinteket keresgéltek, akkor legjobb az ilyen szűz grafikonon, ami nincsen semmi más, csak a gyertyák. Sokkal hamarabb észre lehet venni ugye a fontos szinteket, mint egyébként. Igen, itt is azt mondja, hogy itt meg az RSI-t akartam megmutatni, illetve majd még egy módszert. Kezdjük az RSI-vel. Csak annyi mindent akarnák mondani, hogy biztos, hogy fele kimaradt 100%. RSI, ugye erről az alsó vonalunkról tudott pattanni, átszaggatta a kék vonalunkat, átszaggatta a saját mozgóját, és újabb csúcsra emelkedett, bár itt már azért komoly divergenciák vannak, és ha is amennyiben erről a vonalról ugye lepattam, már pedig úgy néz ki egyenlőre, akkor itt némi visszaesés lesz, de ez még nem a történet vége szerintem, bár ugye menet közben minden változhat, tehát be is durulhat a történet, de ha és amennyiben az elképzelt forgatókönyv valósul meg, akkor ez még nem a végleges, tehát innen még mindig van feljebb ugye a bitcoin árának. Itt csak ez mint érdekesség, hogy mennyire nagyon fölé tudott törni, nagyon pumpálják. Egyébként 1000 millió egy medvés divergenciát találni a bitcoin grafikonon napok óta mindenféle idősíkon, és mégsem történt semmi, tehát nem fordult meg az ár, hanem töretlenül megy felfelé, annak ellenére, hogy ugye egy héttel ezelőtt mondhatni, minden híres neves okos tojás szakértő lefelé mondta, és egyéb okok miatt ugye én is elvesztettem a saját magamba vetett hitemet, és azt gondoltam, hogy lefelé fog menni, annak ellenére, amiket hónapokkal ezelőtt mondtam. Tehát megrendült az önmagamba vetett bizalmam, és ezért nagyon sokat buktam. Úgyhogy már nem nézek semmiféle YouTube-et, és még a saját Discord csatornámon sem nézem a többieknek a véleményét, hogy mit írnak, mert olyan szinten befolyásol tudatalatt. Na de itt, amit még meg akartam mutatni, ehhez kicsit távolabb zoomolok, amíg eszembe van addig, azt mondja, hogy itt ugye beleviszünk egy kis Eliotti történetet,
ebbe az egészbe, és nem a legelejéről kezdem, hanem onnan, ugye, hogy itt körülbelül ez lehetett az ötös hullámnak a vége, A, B, C korrekció. És azt lehetne feltételezni, hogy innen volt egy egyes hullám felfelé, bár én nem vagyok nagy elért szakértő, Fehér Nyútól már elnézést kérek, hogy belekontárkodok, de mondjuk itt lehetett egy ilyen egyes hullámunk, onnan volt egy picurka kettes hullámunk, most voltunk itt a hármas hullámban, és ami a lényeg, amit ki akarok nyögni, innen jöhet egy négyes hullám, várhatóan valameddig, majd erre rárajzolunk egy fibót és megnézzük, hogy meddig, nem az a lényeg, teljesen mindegy, mondjuk jönne egy ilyen négyes hullám, hát lehet, hogy azért eddig le fog jönni, de ami a lényeg, hogy utána várhatóan minimum erre a célára föl fog menni, sőt én azt gondolom, hogy feljebb is fog ugrani valamicskét, valahová erre a környékre, és az ötös hullám, megnyúlt hullám lesz, nem olyan, mint az egyes. De ugye én nem vagyok elég a szakértő, csak azt gondolom, hogy a lényeg, hogy amiben most vagyunk, az egy hármas hullám, és a hármas hullámból jön majd egy négyes, és még lesz egy kör felfelé. Ezt akartam ebből az egészből kinyögni, és csak ez ilyen nagyjáboli rajz, tehát ne nézzétek a konkrét értékeket. És ugyan, hogy ez hogyan jött ki, ha és amennyiben ez a hármas hullám, illetve ez a következő nagyobb nézeten, a következő sorozat felfelé, ugye ez volt az első sorozat, ez a második sorozat, illetve úgy is mondhatnám, hogy mondjuk ez volt itt a nagy egyes, ez volt itt a nagy kettes, akkor innen jött a még nagyobb hármas, aminek még nincs vége, mert itt valahol lesz vége a nagy hármasnak, de a hármason belül még kell egy kis négyes hullám, és utána egy ötös. Tehát lényeg az, hogy ez a bazi nagy, lesz egy hármas hullám, elméletileg. Na most, ugye Yin-Yang, itt jön ebbe az egészbe a Yin-Yang dolog, ugye nagyjából emlékeztek erre a fehér vonalra, belenagyítok, ez a fehér vonal, az a fehér vonal, ami itt ezen nagy gyertyáknak a közepe. Emlékeztek rá, és ezt le is tesztelte. Na most azt találtam ki, hogy összekötöttem ezt a nagy fehér vonalat, ugye nem, korábbi videóban innen indítottam a Yin-Yang közepét, de meggondoltam magam, és ez a vonal fontosabbnak tűnik, inkább ez tűnik a közepének, bár optikailag nem. Optikailag a közepe itt van, tehát ránézésre, viszont számszakilag inkább ez lehet a közepe. És ide lehúztam ugye az aljára, a mélypontra, ahonnét a hármas hullámnak az egyes hullámja indult, nem akarok nagyon belemerülni, ez nem is az énre szartom, erre van egy Kenny a YouTube csatornákon, aki egyébként lefelé várta napok óta, illetve hónapok óta lefelé várta és felfelé ment, de nem akarom bántani szegényt, tehát amennyien vagyunk, annyiféleképp látjuk, meg itt én is elbuktam még az agyamat is. Na de a lényeg, hogy tehát megnéztem ezt a magasságot, és fölviszem ezt a magasságot ugye erre, a számtani középre, és ide rajzolok egy sárga vonalat, kicsit alápozícionálva, ugye, mert nem biztos, hogy eléri az árat, és mondjuk folyamatossal, és rögzítem, 47.768-ra jön ki, de igazából a vonal teteje az 48.264, át lehet, hogy mégis felviszem, nézzétek el nekem, felviszem ide a vonal tetejére, és itt rögzítem. Viszont mivel tudjuk, hogy feljebb van egy gap, egy betöltetlen gap, ugye mindig néz balra, nagy valószínűséggel innen még lesz egy ilyen utólagos rugás, tehát amikor ez a sorozat elkészül, itt ugye majd várható lesz egy ABC korrekciós hullám, és azt gondolom, bár itt már nagyon elébe megyek a dolgoknak, hogy itt majd a B hullám
még felé fog menni ennek a 48.400 akár mennyinek, és fölugorhatunk 51-52 környékére, de ha nagyobb lesz a FOMO, akkor még durvábban is, akár. Viszont azt gondolnám, hogy előtte itt lenni kellene egy kis korrekciónak, hiszen már óriási nagy ez a hármas hullám, akár honnan számozom, teljesen mindegy honnan számozom. Ideje lenne egy négyesnek lefelé, ami lehet, hogy el fog tartani egy darabig, tehát nem biztos, hogy ez pillanatok alatt megtörténik, hanem mi van most, lehet, hogy december közepéig eltart, vagy karácsony előttig, és utána lenne egy emelkedés. Innen nem valószínű, hogy nagyobb zuhanás lesz, nem gondolom, hanem ilyen, hát, amit a Bitcoin szeret csinálni, tehát nagyon sokat mentünk az utóbbi néhány napban. A Bitcoin, ha saját magához képest is sokat ment, rövid idő alatt, és ennek mindig megszokott lenni a böjtje, tehát innen ki tudja, hogy meddig eloldalazgatunk. Ráadásul, ha ide az aljpontokra rajzolnék egy trendvonalat, és miért ne rajzoljak, ami ráadásul nem is biztos, hogy itt van, de egyenlőre nincs jelentősége. Lényeg, hogy ezt a trendvonalat is ugye el kellene, hogy érje az ár, és már ez előre vetít némi satszolási lehetőséget, hogy vajon meddig eshet vissza. Ugye mondtam, elnézést kérek mindenkitől, mondtam, hogy ez picit hosszabb videó lesz a szokásosnál. Ezt is letörlöm. Ha erre a hármas hullámra teszünk egy fibót, ahol jelenleg volt, tehát a jelenlegi csúcstól, akkor itt előjön ugye a 236, 40 ezer környéke, ugye mágikus száma 40, tehát ez simán benne lehet, és ha innen tud pattani, innen mehet tovább ugye felfelé az 5-ös hullám, illetve lehet mélyebb korrekció, lejöhet a 382-ig, ami teljesen normális, és annyira nem is számítana mélynek, és őszintén megmondom, hogy én nagyjából ide várom az árat, csak nem két pillanat alatt, hanem mint elmondtam, ez lehet, hogy egy sokáig tartó folyamat lesz, és megint hülyére unjuk a fejünket, viszont ez a rész lesz a lényeg az altoknak, tehát altszezon szempontjából ez a négyes hullám nagyon fontos lesz, mondhatni, hogy ultra extra fontos az altszezonnal kapcsolatban. Én azt gondolom, ugye ez az én véleményem, az, hogy ki mit mond, azt sajnos nem tudom, mert én már nem nézem meg senkinek a videóját, mert ugye nagyon sokat buktam, nem győzöm ezt hangsúlyozni, azért, hogy lássátok, hogy én is bukok, csak ez azért volt fájdalmas, mert mint mondtam, 3-4 év óta ekkorát nem buktam. De ugye ehhez hozzájátszottak egyéb problémáim is, amik ugye rátettek egy lapáttal, és itt jön majd be a tőzsde pszichológia, de erről ez meg fog érni egy külön nagyon hosszú videót, amiről fogok ugye beszélni, és kereskedőknek nagyon fontos. Nagyképű nézőmnek üzenem, hogy te is jársz még így, barátom, és vigyázz a nagyképűségeddel, mert a karma, tudod? Tehát írtál rólam csúnyákat a Discord csoporton, tudod, hogy kiről beszélek, és szerintem a többiek is tudják. Itt üzenem neked, barátom, hogy neked csak születni volt nehéz, de lesz még ennek böjtje, hidd el nekem. Na, de ugye visszatérve, ezt a grafikon még nem néztük meg. Csak a Discordon volt, aki nagyon megsértett, ott nem válaszoltam neked, cimborám, de itt nyilvánosan üzenem, név nélkül, te úgyis tudod, hogy kinőhez beszélek, és a többiek is tudják, nagyon jó a Discord társaság, tehát valószínű, hogy ők is fogják érteni, hogy kiről beszélek. Olyan nagyképű, hogy saját magának se köszön, és ugye mindent jobban tud, de azért mégis bejött a Discord csatornára, és tőlünk tanul az ember. Szóval az ilyet nem igazán csippantom. Emberileg egy nulla vagy, barátom, innen üzenem. Nulla empátiával ráadásul. Ugye mindig szoktam emlegetni, nagyon elkanyarodtam, elnézést, csak a bögyönben van az ember.
meccés pontokra, ugye szoktam mondani, hogy mindig a fontosabb meccés pontokat megnézi az ár. Hát ezt a részt már megnézte az ár. Itt lehetne is dobozt rajzolni. Ugye itt a meccés pont körül ez egy elég nagy doboznak tűnik, tehát lehetne egy ekkora doboz, látjátok itt ezt a meccés pont körül egy két kiugrást, és ugye ezen dobozon belül várható ugye ármozgás, ami teljesen reálisnak tűnik, hiszen 47-7 a teteje, durván, ez csak ilyen satszolás, és ugye 39-40 körül van a doboz alja, ezt majd ugye mindenki magának berajzolhatja, illetve itt is volt egy fontos meccés pont, de ez még odébb van, aminek itt a teteje, próbáltam ezeket az ellipsziseket újrajzolni, mert nagyjából kiadja a tetejét, ami majdhogy nem ugyanakkora magas doboz. Itt fontos szintek vannak, ugye ez a kis csúcs, itten, nem tudom mennyire fogjátok látni, telefonon nem hiszem, hanem monitoron, tehát itt van egy csúcs, és ugye ez a tartomány, ez a doboz, valamikor a későbbiekben ez a font is, na ez a doboz is, ugye nagyon fontos lesz, ráadásul, ha ráhúzunk még egy fibót, öntről lefelé, akkor ugye az látszik, hogy ez a 786 környéke, a doboz teteje, 786 fölött valamivel, ugye itt fog eldőlni, hogy megy tovább az árfolyam, avagy nem, felfelé. Na de ebben már tényleg nem merülök bele, mert ez nagyon odébb van, hanem ezt leveszem innen, és valahol, itt igen, itt nézünk még egy kicsit, fibózunk, ha van még türelmetek és bírjátok. Teszünk háromlábú fibót ide. Illetve nem is ide akartam tenni, de mindegy. Jaj, ezt teljesen elcsesztem. Na szóval, legaljáról, mondom, háromlábú fibó, legaljáról. Elvileg ez volt az egyes hullám teteje, de itt nincs konszenzus, hogy tulajdonképpen mi micsoda volt. A szint az nagyjából ugyanaz, de tehetem ide is. És lejövünk erre az aljára, hiszen ennek a csúcsnak ez volt az alja, de erről is volt korábban egy videó. De lejöttek így a kettő közé, hogy senkinek ne legyen igaza. És lásd csodát, felfelé ugye látjuk az árakat, és azt is, illetve a fontos szinteket, és azt is látjuk, hogy még ebben a semleges tartományban van, tehát ezen belül még bármi megtörténhet, és innen is az derülhet ki, hogy a négyes hullám, ugye ennek a nagy hármas hullámnak a négyese, az még valahol lejöhet akár erre a szintre, de akár erre is. Tehát itt azért látszanak a fontosabb szintek, akkor is, ha ezt ide húzom erre a csúcsra. És ezt mondjuk így kicsit lejjebb húzom, finomítom. Ugyanez látszik. És ami a lényeg nekünk, igazából ez az 1,618, 50.284, tehát amit mindig emlegetek, ez az 50-51 között emlegettem a végét. Nézzétek meg korábbi videókat, ugye azt mondtam, hogy 42, 44, 48, 50, 51. Vissza lehet nézni a videókat, hogy ezt mondtam, akinek van ideje és kedve. És ugye itt jönnek ki ezek a nagyon fontos számok, ugye ezzel a módszerrel. Ha viszont csak sima fibót teszünk rá, ugye innen is fordítva. Tadám! Lássod át, szintén ez az 50-51 ezer környéke, szintén 618-ra, 51.467, ami ráadásul ittennél a korábbi csúcsnál van. Hát itt ugye nagy a dzsumbúj, ezt mondtam korábbi videóban, hogy itt elakadhat az ár egy kicsit, itt lehet, hogy elszórakozunk egy darabig, de itt vannak ezek a fontos csúcsok, egyrészt ez a 47-48 ezer, ezért emlegettem a 48-at általában, és ez a másik csúcs, ugye, ami 51 ezer fölött van valamivel, de ugye teljesen konkrét szinteket, konkrét számokat nem lehet mondani, csak nagyjából lehet satszolgatni a dobozokat.
És akkor ezt is elmondtam. Nagyon korábbi videóban ugye elmondtam, hónapokkal ezelőtt, talán évelej körül, mikor még a csatornát indítottam, hogy ez a 48-50 környéke, ez fontos szint lehet. Még mikor senki nem hitte el, hogy felfelé fogunk menni, különösen itt, mikor remegett a léc, minden egyes kereskedő, minden egyes nagytudású szakértő azt mondta, hogy innen lefelé fog menni. Talán én voltam az egyetlen magyarok közül, aki azt mondtam, hogy fel, up, és itt megrendült a bizalmam, a saját magamba vetett hitem, elvesztettem mondhatni, és most vért izzadok, hogy visszaszerezzem ugye a pénzt, amit elbuktam. És bevallom férfiasan, hogy elbuktam, tehát nagyon sokat, itt elkezdtem shortolni a BTC-t, aztán építettem felfelé a pozíciót, és kivett a likvidem. Rövidítve ez a történet. Közben azért csináltam pici longokat is, amin minimálisan tudtam csökkenteni a veszteséget, de még így is nagyon nagy lett. Úgyhogy lehet örülni, kárőr vendőknek fel van dobva a labda, lehet örülni. Csak ez nagyon fontos és tanulságos történet lesz, hogy mennyire fontos a psziché és a lelki állapot a kereskedésben, és a tudat alatti. És szerintem mindent elmondtam. Itt ugye a mozgó átlagok miatt is nagyon ki vannak nyílva, és nagyon el van távolodva ugye a 31-estől is az ár, tehát nagyon-nagyon itt lesz az ideje egy visszatesztnek, egy 4-es hullámnak, de az is látszik, hogy ez nem ilyen szakadásszerű lesz, hanem elképzelhető, hogy ilyesmi, mint ami itt volt, tehát ilyen heteken lehet, hogy áthúzódik jövő évre is ez a korrekció. Ez a rossz hír az egészben. A jó hír az, hogy innen lesz még feljebb, és a jó hír az, hogy az alt-szezon kezdődik, azt gondolom, hogy a mai nappal. De nem akarom elkiabálni, és nem akarom, hogy... Hát illetve lehet gúnyolódni, gúnyolódjon, aki akar. Aki gúnyolódni akar, annak javaslom, hogy nézze végig az összes videómat február 20-áig. Hogy miket pontam, és abból mi valósult meg. Szóval a kárőr vendőknek, vagy a rosszakaróknak üzenem, hogy mielőtt ugatnának bármit, menjenek vissza február 20-ára, és nézzék végig az összes videómat. És ha megnézték, utána kezdjenek el gondolkodni. Na de, megköszönöm szépen a figyelmeteket, szerintem mindent elmondtam. Nagyon bízom benne, bár olyan sokat akartam mondani. Ja igen, van egy gapünk, amit még nem mondtam, a gap. Bár ugye ez hétvégi gap volt, nem igazi gap. Itt van, ugye van is nekem állítva riasztás tetejére, aljára, hogy azért tudjam. Tehát ha és amennyiben ezt a gapet be akarja tölteni az ár, akkor bizony 39.270 az alja, de ugye ott nem szokott megállni, hanem lejjebb szokott szaladni, ebbe már nem merülök bele. Valahol itt volt a fehér vonalunk, tehát ez a, hát lehet, hogy 35-ig leesik az ár, de erre ugye nem vennék mérget. Ugye ezen a másik grafikonon teljesen mást mutat. Illetve a fehér vonal itt van 36.005 környékén. Én ide gondolom, de ugye ne vegyétek készpénznek, hiszen egy csomót buktam, tehát én is baromságokat beszélek. De amikor nem hiszek magamba. Amikor magamba hiszek, akkor meg igazakat beszélek, de ugye aki akarja és van kedve, nézze vissza a videókat. Hogy miről beszéltem hónapokon át. Ezt innen letörlöm, ne zavarjon. Hát lehet, hogy ezt a trendvonalat itt hagyom. Bár ez olyan nem igazi trendvonal, de jelzésértékű. És ugye emlékeztek, itt volt az ív, csak elveszett, nem tudom hová lett. Meg egy csomó vonalam eltűnt, trading jó eltüntette. Esküszöm, befizettem a díjat, de mégis eltűnt néhány dolog. És ugye ugyanúgy nem tudom, visszatudnám, ha a videókat végignézném, csak erre se idegzetem, se időm nincsen, hogy visszanézem a videókat ilyen szinten. 4 órásan esetleg még belemerhetünk, de szerintem mindent elmondtam. Nagyon ki van tágulva a Bollinger szalag, erről még nem beszéltem, és ezen a szinten elakadt az alja a Bollinger szalagnak 4 óráson. Ez is arra a jelzés,
hogy várhatóan erre a környékre le fog jönni az ár. De az is látszik, hogy ez el fog tartani egy jó darabig, tehát ez nem ilyen hirtelen szakadásos dolog lesz, hanem ilyen mászókázós fel, de lehet, hogy ez a fehér vonal, ami véletlenül jó helyen van. Hát december 15, szerintem tovább fog ezt tartani. Szerintem olyan karácsony környékéig. Itt elkezdik eladni az emberkék a bitcoinjukat, hogy tudjanak vásárolni karácsonyi ajándékot a családnak. És ez picit nyom az áron, majd ünnepek után újból elkezdik vásárolni a maradék pénzből, és azzal megcsinálnak egy ötös hullámot. Persze ez csak a vicc része volt. Ugye ezt nem komolyan mondtam, hogy valaki komolyan vegye, de lehet benne akár ilyen is. És itt megköszönöm szépen a figyelmeteket, pláne a kitartóknak, akik ugye végig szenvedték velem ezt a hosszú műsort. Biztosan van, amit nem mondtam el, azt elfelejtettem, majd legközelebb eszembe jut két nap múlva, de akkor már ugye késő lesz. Discordról beszéltem, itt ma éjfélkor ugye lejár a határidő, tehát gyakorlatilag holnap reggeltől még van 21 darab hely a fizetős Discord csoporton, ahol ugye konkrét kereskedési tippek vannak, és hát akár velem személyes konzultáció is. És ugye ennek a Discordnak nincsen havidíja. Illetve van a másik Discord csoport, ami teljesen ingyenes azoknak az embereknek, akik a BingX tőzsdén ugye hozzám regisztráltak és használják, és kérték a jelentkezésüket abba a Discord csoportba. Ott kimondottan nekik, kimondottan BingX-es tippeket szoktam ugye megosztani és megmutatni. És aki akarja, használja, aki nem, az nem. Ez már ugye nem az én felelősségem. És benne van mindig a kockázat, ugye, hogy a stop ki fogja venni. Ez is nagy tanulság, hogy húzkodtam a stoppot felfelé, de tényleg lelőm az összes point erről az oktató videóról, amiben ugye majd az Ethereumot és a BTC-t is fogom emlegetni. És elméletileg fogok jönni egy Ethereum elemzéssel hamarosan, csak ugye az a bajom, hogy napközben itt nálunk annyira meleg van, szívesen küldenék haza nektek, aki Magyarországról nézi, egy olyan 5-10 fokot nagyon szívesen küldenék haza ebből a melegből, és kérnék vissza cserébe ugyanannyi hideget, mert itt megpusztulunk a melegbe, olyan meleg van, és még el se kezdődött szinte a száraz évszak, szóval még a igazi melegek ezután fognak érkezni. Na de, kötelező rész, ugye törzsnézőimtől kérem a lájkokat és a támogató kommenteket, illetve a kérdés-kérés van, láttam már van új coin kérés, ez is lesz készítve, tudjátok én nem várni kell, kicsivel mindig késésben vagyok, pedig gyűlölök elkésni, de az olyan coin elemzésekkel mindig elmaradok. Szóval törzsnézőktől like és komment, új nézőimtől, ha érdekesnek találtad ezt a videót, akkor javaslom, nézzél meg korábbi videókat, nagyon erősen javaslom, már csak az összehasonlítás véget. Ha van időd, akkor nézd meg február 20-ától a videókat, hogy miket mondtam és ehhez képest mik történtek. Szóval nem is értem, hogy miért nem hittem saját magamban, de ez hosszú történet. Nézd meg a régi csatornámat, ha és amennyiben új vagy, ott találsz teljesen ingyenes oktatóanyagokat, 80-valány videó, mindig elfelejtem, hogy mennyi meg ugye. Fogok is még készíteni hozzá, ami teljesen ingyen van, és ha azokat megnézed, és betartod, akkor nem jársz úgy, mint én, nem fogsz pénzt bukni. Én nem tartottam be a saját szabályaimat. És ugye nagyon csúnya vége lett a dolognak. Így karácsony előtt marha jó jártam, bár én igazából nem érdekel a karácsony, nem foglalkozom vele. Itt nincs is ebben az országban, meg egyébként se. Na de ez megint ilyen kis privát info volt. Szóval, ha azokat is érdekesnek találtad, iratkozzál fel, nyomd meg a kis harangot, időnként szoktam feltenni fotókat is, és ugye ha nem nyomsz kis harangot, azokat nem fogod látni. Ott ilyen szolgálati közlemények is, néha tippek is szoktak lenni. Majd oszd meg barátaiddal, hogy érjük el az 1000 főt végre, bár egyszerűen a YouTube állítólag elküldte a levelet egy hónappal ezelőtt, amiben a PIN kód van, amivel ugye hitelesíteni tudnám ezt a YouTube-os történetet, hogy pénzt is kapja, kemény 10 000 forint, 9 havi munkám után,
Tehát hatalmas összeg, úgyhogy ez aztán hóha. Ettől aztán nagyon meg fogok gazdagodni itt a YouTube csatornámból. De szóval még ez sem érkezett meg. Szóval érjük el megint az 1000 főt, hát előbb-utóbb lesz bevételem ebből a YouTube-ból, ha már egyszer 9 hónapja csinálom. Ennyi idő alatt már egy gyerek is megszületik, de a YouTube-nál nem született meg, hogy tudjam verifikálni a YouTube fiókomat és kapjak pénzt. Mit nem mondtam el? Kérdés, bánat, panasz, komment mezőben, és ugye a coin elemzések, amiket kértek. Újabb kedvére elmondom, hogy a coin elemzéseket a régi csatornámra szoktam feltölteni, aminek a linkje itt van alul, és már rettentően elhúztam. Nagyon köszönöm, ha teljesen végignézted és ideig eljutottál. Gratulálok, egyél meg egy, nem tudom, nyolókát. És találkozunk a következő videóban. Ugye vigyázzatok a pénzetekre, óvatosan a kereskedéssel, ne járjatok úgy, mint én, hiszen bármi megtörténhet, és a teljesen tök ellenkezője is. Legyen szép napotok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!